A nyári szabadtéri operajátszás immár állandó helyszíne 2011 óta a 19. század polgári hangulatát idéző Balatonfüred. Ezúttal is a Szívkórház előtt elterülő gyógytéren, a Kossuth forrás előtt áll az operagála színpada. Kilépve a kőszínházi millióból, a nyaralók és a tagóra sétányon andalgók számára sokszor meglepetésszerűen hangzanak az ismerős vagy éppen ismeretlen dallamok. Délután 6 órakor már próbál az énekkar, az esti előadáson csak az övék a színpad. A koncert egyik szólistája Töreki Katalin énekkari művész. Abszolút hozzátesz a látvány, az alkalom, a különleges idő, hogy ugye nyár közepén vagyunk, amikor az ember lelke felszabadul, de igaziból mindig minden feladat előtt megtalálja az ember, miért lesz most nagyon jó, miért kell most gyönyörűen. Mert csak úgy megy, ha szeretjük aznap este azt, amit csinálunk. Bakó Antal énekli az esti bariton szólóit. Számára is inspiráló a szabadtéri muzsikálás. Befogadóbbak. Nyár van, jó idő van, jó a kedv. Jobb a hangulat. A közszínházba, az operába kicsit operához szokott fülűbb közönség ül be. Itt nem, itt bárki, aki jön, meghallja, leül, hallgat belőle kicsit, aztán tovább megy. Van, aki persze végül az egész koncertet, lazább. Nagyon hálás a közönség azért, hogy ide eljöttünk, és énekel. Csiki Gábor idén először vesz részt a Balatonfüredi Opera Gálán, mint a kórus vezetője. A műsor összeállítása is az ő feladata volt. Mindig az operaháznak az aktuális évadához, vagy a jövőbeni terveihez kapcsolódik a műsor összeállítása, és ennek megfelelően a következő évadunk Puccini Itáliája címszóval kerül majd terítékbe. Nos, ennek megfelelően Puccini és az ő kortársainak a terméséből választottam össze a legismertebb operákat, és azokon belül is a legkifejezőbb, leginkább koncertpódiumra való kórustételeket. A próbán látható az összhang az énekesek és az új karvezető között, akit új vezetői feladatairól is faggatunk. Megpróbálom ebben a egyébként az énekkar életét tekintve rövid időszakban valamelyest előcsalni a kollégáimból azt, hogy higgyenek abban, hogy mást is és jobban is tudnak énekelni, mint akár az elmúlt 20 évben, és olyan lehetőségek is rejlenek ebben az énekkarban, akár testületileg, de művész együttesileg, akár egyénileg, amiket igen kicsi tudatos ráfordítással elő lehet bányászni. Az előadásra, mint minden évben, most is teljesen benépesült a színpad előtti tér. A vegyes hallgatóság láthatóan lelkesedett a romantikus kórusművek válogatásáért. Hölgyeim és uraim, Puccininál tartok. Ugye eljött ez a pillanat, direkt ott nézegettem, hogy megvan-e a hold, de megvan a hold, fönn van az égem. A Hold kórus jön hamarosan a Turandot című operából, Puccini utolsó, sőt be sem fejezett alkotásából. A társulat az idei évadban turnéra indul. A világ számos helyén játszanak majd operát és balettet, de jövő nyáron ugyanitt biztosan találkozhat velük, aki Balatonfüreden jár.